Fölényes győzelmet aratott az orosz kormánypárt a hétvégi parlamenti választáson. A szavazatok mintegy 50%-ával megtarthatja eddigi alkotmányozó többségét, és a parlamenti mandátumok háromnegyedére számíthat. Az ellenzék csalást kiáltott, a választási bizottság szerint azonban nem történt visszaélés. Az orosz elnök nevét skandálta a Moszkva polgármestere a választás éjszakáján tartott eredményváró rendezvényen, miután a kormányzó Egységes Oroszország párt kihirdette győzelmét. A szavazatok 80%-os feldolgozottságánál a Vlagyimir Putyin orosz államfőt támogató párt a voksok mintegy 50%-ára számíthat. Ez azt jelenti, hogy a párt újabb 5 évre megőrizheti alkotmányozó többségét a parlamentben, ahol a mandátumok mintegy 3/4-ére számíthat. A második helyen a kommunisták végeztek, minden 5. szavazatot a szovjetek ideológiai örökösei kaptak. A harmadik helyen a voksok mindössze 7,5%-ával a liberális demokrata párt áll, őket egy jobboldali pártszövetség követi, amely szintén Vlagyimir Putyin orosz elnök politikáját támogatja. Az új emberek liberális formációja alig több mint 5%-os támogatottsággal éppen hogy megugrotta a parlamenti küszöböt. Az ellenzék azonban választási csalással vádolja a hatóságokat, szavazatvásárlásról és láncszavazásról beszélnek. A Központi Választási Bizottság elnöke azonban visszautasította a vádakat, az intézménynek nincs tudomása jelentős incidensről. Szigorítottunk a szabálytalanságokért járó büntetéseken, és teljesen átláthatóvá tettük a rendszerünket. A lehető legjobb körülményeket teremtettük meg a megfigyelők számára, és a lehető legliberálisabb sajtóakkreditációs rendszert vezettük be, mondta Ella Alexandrovna. Nem mindenhol zajlott azonban zökkenőmentesen a szavazás. Az egyik szentpétervári szavazóhelyiségben dulakodás tört ki, egy férfi felborította az urnákat és a teremben szétszórta a szavazócédulákat. A rendbontót a helyszínen őrizetbe vették. Nyilvánosságra hoztak egy másik felvételt is, amin az látszik, hogy egy férfi az orosz zászló mögé bújva titokban szavazatokat helyezett az urnába. A világ legnagyobb, 11 időzónán átívelő országában 3 nap alatt több mint 100 millió ember adta le voksát, közülük mintegy 2,5 millióan online szavaztak.